miniszter úr, ugye a mai nap elstartolt a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató, és ahogy itt látni a fősétányon is, rengeteg látogató van. Mi is beszélgetve a ide látogatókat tapasztaltuk, hogy óriási nagy a lelkesedés a Magyar Honvédség iránt. Miniszter úr, mit tapasztalt ebből, és hogy érzi magát? Köszönöm szépen a kérdést. Én nagyon jól érzem magam, már csak azért is, mert látom, hogy az ide kilátogatott érdeklődők is jól érzik magukat, és ha ők jól érzik magukat, és látom azt, hogy itt érdeklődést tanúsítanak az iránt, hogy a Magyar Honvédség hol tart, katonáink mire képesek, és pozitív a visszacsatolás, amit ön is említett, akkor ez természetesen jól érzéssel tölt el minket. Ugyanakkor azt kell mondanom a személyes benyomásom tekintetében is, hogy amit én megnéztem, amit eddig láttam, arról csak pozitív hangvételben tudok szólni, és elismeréssel és köszönettel tartozunk mindazoknak, akik ennek előkészítésében, megvalósításában részt vesznek. 8 éve került utoljára megrendezésre egy ilyen léptékű katonai rendezvény, ahol a társadalom közvetlenül érintkezhet a katonákkal, és amellett azért nemzetközi találkozó is, azért nagy hangsúly van a Magyar Honvédségen, és a szárazföld és légierő alakulatai majdnem mind képviseltetik magukat. Miniszter úr, hogy gondolja, milyen üzenete lehet egy ilyen kétnapos rendezvénynek a megjelentek felé? A legfontosabb üzenete az kell, hogy legyen, hogy lássák az emberek, lássák a magyar állampolgárok, hogy a Magyar Honvédség és katonái milyen képességekkel bírnak, hogyan tudják ezt alkalmazni. Ön, amit mondott, hogy különböző fegyvernemek, különböző haderőnem katonái itt vannak, nemzetközi együttműködés történik, ez mind-mind azt mutatja, hogy számíthatnak a Magyar Honvédségre, a magyar katonákra, és az ő felkészültség megnyugvásra kell, hogy eltöltsön minket. Mert azért, amit láttunk itt a mai nap folyamán is, hogy milyen jó nemzetközi együttműködés van, az, hogy ezt milyen eredményesen tudják végrehajtani. Vagy aminek hát szemtanúi lehettünk itt az Afganisztánból történő kimenekítésnél, az, hogy ott is a nemzetközi együttműködés, a fegyvernemek, a haderőnemek közötti együttműködés azt mutatja, hogy csak a legmagasabb szinten lehet nyilatkozni. És ez nagyon jó, mert talán egy ilyen kétnapos rendezvénnyel is el tudjuk azt érni, hogy közelebb kerülünk a társadalomhoz. Megmutathatjuk azt, hogy a katonáink közülük vannak, hiszen mindig a társadalomból építkezünk. És ha ők ezt érzik, hogy közülünk való a katona, és értünk van, értünk szolgál, akkor ez csak pozitív üzenet, számunkra pedig elismerés katonák számára.